A Gyergyószent Miklósi Művelődési Központ nagy termében tartott tanácsülésen többek között a fizetéses parkolás bevezetéséről döntöttek. Tovább növekszik a koronavírussal fertőzöttek száma, Gyergyószent Miklóson felhívják az idősek figyelmét, ne hagyják el otthonaikat. Március 26-áig e-mailben várják a Hargita megye tanácsának civil szervezetek számára kiírt pályázatokhoz a dokumentációt. Köszöntöm a Fénytelevízió nézőit, híreink következnek. Kérem, tartsanak velünk! A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében hozott óvintézkedések miatt nem a megszokott helyszínen, hanem a Művelődési Központ nagy termében tartották a Gyergyószent Miklósi képviselőtestület márciusi ülését. Így volt lehetőség arra, hogy a tanácsosok egymástól megfelelő távolságra ülve hozzák meg a döntéseket, többek között a fizetéses parkolás bevezetését hagyták jóvá csütörtökön délután. A tanácsülés elején letette az esküt Nikuca Nikoleta, aki Teodor Dobrean helyét foglalta el a képviselőtestületben, így ismét 19 tanácsos hozhatott döntéseket a napirendre tűzött kérdésekben. Elfogadták többek között a Városi Kórház részére a támogatási szerződés jóváhagyását, a digitális térkép kivonatok kibocsátására különleges illeték alkalmazását. Miután korábban többször is levették napirendről, ezúttal jóváhagyták az új parkolási szabályzatot. A városban 3 parkolási zónát alakítanak ki, itt majd fizetni kell. Az A zóna a főtéren, a B az idevezető utak mentén, míg a C zóna más helyszíneken kijelölt parkolóhelyeket jelenti. A parkolási díj nem lesz egységes a különböző zónákban, a Szabadság téren lesz a legmagasabb, és itt nem is lehet majd 2 óránál hosszabb időre otthagyni az autót. A város legnagyobb részén, a D zónában továbbra is térítésmentesen lehet majd parkolni. A parkolási szolgáltatás az önkormányzat hatáskörébe tartozik majd, és a bevezetése folyamatban van. Mivel nem tudta Gyergyószent Miklós Újfaluval és Alfaluval közösen létrehozni a víz- és csatorna szolgáltatást működtető vállalatot, így a távhőszolgáltató mintájára alapítanak saját céget. A hatástanulmány elkészült, és ez alapján döntöttek úgy, hogy saját hatáskörben működtetik majd a vízszolgáltatót. Jóvá hagyták továbbá a zonális rendezési tervet lakóházak és lovasterápia központ építésére. Az ülés végén a Monturiszt Kft. Kapcsán tudomásul vették az adminisztrátor meghívóját április 2-án 9 órára egy közgyűlésre, amelynek helyszíne Gyergyószent Miklós lenne, valamint Nagy Zoltán polgármester átiratát Budapest 5. kerületének önkormányzata részére a speciális bizottság zárójelentésével együtt. Bajko László felhívta a figyelmet, hogy a Monturiszt Kft. Adminisztrátora nem tartja be a szabályzatot, és továbbra is licit nélküli bérbeadásokat, szerződéseket köt. Újabb nemzetközi vonatokat törölt a koronavírus járvány miatt a Román Vasúttársaság, valamint több óvintézkedéssel próbálja elejét venni a fertőzésnek szerelvényein. Mivel Magyarország bezárta a határait, március 19 és április 16-a között nem közlekedik a korona néven ismert Budapest-Brassó útvonalon járó nemzetközi gyors. Ennek nappali párja a Hargita Intercity pedig csak Kolozsvár és Brassó között jár ebben az időszakban. A magyar határzár miatt a Kolozsvár-Bécs nemzetközi gyorsvonatot is szüneteltetik. A felfüggesztett járatokról a CFR honlapján, a telefonos tudakozón, az állomásokon lehet érdeklődni. A felfüggesztett járatokra eladott jegyek ellenértékét megtéríti a vasúttársaság. Csütörtökön délután már 277-re nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Romániában. Az egészségügyi miniszter szerint 10 napon belül kiderül, hogy mikor fog tetőzni az országban a járvány. Gyergyószent Miklóson továbbra is a megelőzést hangsúlyozzák, kérik az időseket, ne hagyják el otthonaikat. A csütörtöki tanácsülés végén a járványveszélyről is hosszasan tárgyalt a Gyergyószent Miklósi képviselőtestület. Elhangzott, hogy a költségvetésben vésztartalékként 100 000 lej van elkülönítve, de ennél nagyobb összeget még át tudnak csoportosítani szükség esetén. Erős Levente ismertette, hogy Hargita megye tanácsa Gyergyószent Miklósnak 100 000 lejt hagyott jóvá, amelyből újabb lélegeztetőgépet tudnak vásárolni. Ugyanakkor jelezte, hogy más kórházakhoz hasonlóan a Gyergyószent Miklósi is kérhet további támogatást a megyei önkormányzattól. Nagy Zoltán polgármester elmondta, hogy a kórház udvarán felállított sátort előkészítették, biztosítva van a világítás, fűtés is. Dr. Simon Katalin a megelőzés fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy az elszigetelés és a személyi higiénia a legfontosabb.
Dr. Ádám József szerint a következő két hét nagyon fontos lesz, várhatóan júniusban fog tetőzni a járvány, és ahogyan az olasz egészségügyi rendszer, úgy a romániai sincs felkészülve egy tömeges megbetegedésre. Ismételten hangsúlyozzák, hogy az idős emberek nem szabadna elhagyják otthonaikat, de ezt sokan nem veszik komolyan, sétálnak az utcákon, leülnek a padokra, bevásárolni járnak nagy forgalmú helyekre, ezzel veszélynek teszik ki magukat. Nagy Zoltán polgármester elmondta, a polgármesteri hivatal és szociális igazgatóság a Caritas otthoni beteggondozókkal és a Vörös Kereszttel egyeztetve segíteni szeretné a 65 év felettieket, akiknek gondot jelent a gyógyszer és az alapélelmiszer beszerzése. A segítségnyújtást igényelni lehet a képernyőnkön látható telefonszámon. Elhangzott, hogy a belügyminisztériumi rendelet értelmében a házi karanténban lévő személyek ellenőrzését szigorítják, és ezt az állami rendőrség koordinálásával a csendőrség és a helyi rendőrség végzi. Ha valaki megszegi a házi karanténra vonatkozó előírásokat, a rendőrség részéről 5000, a közegészségügyi igazgatóság részéről 20000 lei pénzbírságra számíthat. Gyergyó remetei példát felhozva felmerült az a lehetőség, hogy az érintett lakások bejáratára figyelemfelkeltő jelet tesznek, nem megbélyegzésképpen, hanem hogy mindenki tudja, hogy nem látogathatják azokat a helyeket. Csütörtökön elkezdődött a forgalmasabb útszakaszok, játszóterek, közterek fertőtlenítése is, és felszámolják a padokat is, mert még sokan a veszélyre nem gondolva üldögélnek ezeken. A polgármester ugyanakkor jelezte, hogy kérték a kijárás korlátozását is. Suli TV 8 néven indítanak jövő héttől otthoni oktatást elősegítő YouTube csatornát a 8-os diákok számára. Reményeik szerint a videók több kábel TV csatornán is elérhetőek lesznek, tájékoztat a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége együttműködésben Hargita és Kovászna megye tanfelügyelőségeivel, a Hargita megyei önkormányzattal és az Apácai Csere János Pedagógusok Házával vizsga felkészítő videók készítését kezdeményezte 8-os diákok számára. A magyar, román és matematika tantárgyakból folyamatosan dolgoznak a 10-10 részből álló sorozatok forgatókönyvén. Előre láthatóan szerdától indul a Suli TV 8. 500000 euróval támogatja a megye településeit Hargita megye tanácsa, döntött március 19-i rendkívüli ülésén a testület. A municipiumok 100000 lejt, a városok 50000 lejt, a községek 20000 lejt kapnak. A pénzt a koronavírus járvány nyomán szükségessé vált intézkedésekre fordíthatják, védett helyek kialakítására, vegyszerek, védőfelszerelések vásárlására, egyéb költségek fedezésére. A 10 napi rendi pont tartalmazta a pénzek átcsoportosítását annak érdekében, hogy szükség esetén segítsen ott, ahol kell. Hargita megye tanácsa részéről meg kell hozzuk azokat a döntéseket, amelyek az emberek biztonsága, az egészségnek a védelme szempontjából, a megelőzés tekintetében nagyon fontosak. Szeretnénk létrehozni egy olyan egységes központi parancsnokságot a megyei készenléti felügyelőségnél, ahol minden érintett az emberek biztonságával, védelmével kapcsolatos szerv, beleértve az önkéntes tűzoltókat, hegyi mentőket, mindenki ott tud lenni a rendőrség mellett, a mentők mellett, és így hatékonyan lehet közbelépni, hogyha valamire szükség van. Ehhez kellett forrást biztosítsunk. Kettő. Több polgármester felhívott, hogy a sürgős intézkedésekhez az új helyzetben forrásaik nincsenek. A költségvetésben nem volt erre biztosítva fedezet, és nem is tudják az első fél évben módosítani a költségvetésüket, ha nem kapnak pénzt. Ezért hoztunk egy nagyon felelős döntést, mint egy 500 000 euró értékben támogattunk minden egyes települést Hargita megyében, a municipiumokat 100000 lejjel, a városokat 50000 lejjel, és a községet 20000 lejjel azért, hogy a védőfelszereléseket, a vegyszereket, a védett helyek kialakítását, egyéb járulékos költséget tudjanak biztosítani. Ez egy nagyon fontos dolog, azt gondolom, a hivataljaink számára. Harmadrészt meg a gyerekek. Nem szeretnénk azt, hogy a 8-os és a 12-es gyerekek szenvedői alanyai legyenek ennek a helyzetnek, ezért a távoktatás sajátos formáit elindítjuk. Egyrészt a tananyagleadást, másrészt pedig a kis és nagy érettségire való felkészítést elektronikus, digitális eszközökkel tudjuk lehetővé tenni. Ugyanakkor a mai tanácsülésen bemutatásra került az a távmunka rendszer is, aminek keretében nem csak Hargita megye tanácsának minden egyes munkatársa,
hanem lehetővé fogjuk tenni, hogy akár a megyei különböző kormányzati szervek, a polgármesteri hivatalok mindenki bekapcsolódásával úgy tudjuk a megyétben a tevékenységet folytatni, hogy ne kelljen érintkezni, ne kelljen munkahelyre bejárni, és tudjunk hatékonyan felkészülni arra az időre, amikor esetleg erősebb korlátozásokra fog sor kerülni. Tehát a mai tanácsülésnek a lényege az volt, hogy felkészüljünk, forrásokat biztosítsunk, és meghozzuk a megfelelő intézkedéseket a megelőzésre, mert hál' Istennek ebben a pillanatban a megyénkben nincsen még egyetlen jegyzett vírushordozó sem. A testület tagjai keresik a megoldást arra, hogy a lakosságot minden téren segíthessék. Az elmúlt napokban és az elmúlt héten kollégáim feszített iramban dolgoztak hétvégén is, annak érdekében, hogy a járványügyi korlátozások miatt azért az élet ne álljon meg a megyében. Konzultáltunk a környező megyék megyei önkormányzataival, abban a tekintetben, hogy a pályázatok, a kiírt pályázatok határidejét módosítsuk, avagy nem. És arra a döntésre jutottunk, hogy a kiírások leadási határidejét nem módosítjuk, tehát mindenki, aki pályázni szeretne abban a 8 programban, ami kiírt a megyei önkormányzat, március 26-án déli 12 óráig ezt meg kell tegye, viszont ahhoz, hogy alakuljunk, vagy alkalmazkodjunk a jelen korlátozásokhoz, bevezettünk pár módosítást. Ezek pedig a következők. A leadást azt elektronikusan is megtehetik az info@hargitamegye.ro e-mail címre. 2. Nem kérjük a bíróságokról kiadandó igazolásokat, hiszen a bíróságok most másképp működnek és nem tudják kiadni ezeket az igazolásokat, tehát ezen igazolásoktól eltekintünk, nem kell csatolni a dokumentációba. És ami fontos, 3, az az, hogy a mérleget, a pénzügyi mérleget, azt nem a 2019-es évest kérjük, hanem a 2018-as évest csatolják a dokumentációhoz, és majd amikor a szerződéskötésre sor kerül, akkor kell behozni a 2019-est. Beszéltünk a megye összes polgármesteri hivatalával, illetve a pénzügyi hivatallal, és biztosítottak arról, hogy ki a saját rendszerébe, vagy online, vagy pedig elektronikusan kiadja azokat a pénzügyi bizonylatokat, amiket csatolni kell a pályázatba. Tehát ezek nem jelentenek gondot. Azt kérjük a pályázóktól, hogy a pályázataikat úgy adják be, hogy a programjaik esetében június 1-e előtt olyan rendezvényeket, ami nagyobb tömegnek szól, bármilyen tömegnek szóló rendezvényeket, kiállításokat ne tervezzenek, hiszen előre láthatóan június 1-e után fog ismét úgy elindulni az élet, hogy ezek a gyülekezési korlátozások megszűnnek. A támogatások terén is fontos döntések születtek. Az elmúlt napokban egyeztettünk az önkormányzati vezetőkkel, a polgármesterekkel, illetve a helyi kórházakkal, és azon kórházak esetében, akik nem a megyei önkormányzat alárendeltségébe tartoznak, a polgármesteri hivatalon keresztül tudunk segíteni, ezért is jelenik meg Székelyudvarhely ebben a listában 200 ezer lejjel, a legnagyobb összeggel, amit ma kiosztottunk, és bízunk benne, hogy ez egy valós segítséget jelent Székelyudvarhelyen a kórház számára is. A tanácsülés végén újabb felhívást intézett a lakossághoz Hargita megye tanácsának alelnöke, Bíró Barna Botond. A mai tanácsülés is azt bizonyítja, hogy számunkra a Hargita megyei emberek egészségügyi biztonsága az első, és arra kérünk mindenkit, hogy tartsák be a hatóságok javaslatait, tehát ne menjenek zsúfolt helyekre, nincs kézfogás, nincs ölelkezés és nincs puszi. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. Új intézkedéseket rendelt el a gyulafehérvári főegyház megyében Kovács Gergely újonnan kinevezett érsek a koronavírus járvány terjedésének lassítása érdekében. Nem lehet beltéri liturgiákat tartani, a hívek felmentést kapnak a kötelező vasárnapi szentmisén való kötelezettség alól, és ajánlják, hogy a papok az egyedül végzett szentmisét online közvetítsék. Csak a szabadban lehet szentmisét tartani, a hívek közötti előírt távolság betartásával. Felfüggesztődik a keresztség szentségének csoportos kiszolgáltatása. Egyedi esetekben a szűk családi kör jelenlétében lehet keresztelni.
A házasságkötés szentmise nélkül történik, a házasulandók családtagjainak jelenlétében. A temetés előtti virrasztás tilos, a szertartást a közvetlen családtagok jelenlétében végzik a sírnál. Nem tartanak gyászmisét, a Gyergyószentmiklósi Református gyülekezetben nem lesz nyilvános istentisztelet sem szabadtéri, sem templomi március 22-én. A Facebook segítségével a többi vasárnaphoz hasonlóan most is sor kerül az ige hirdetés közvetítésére 10 óra 45 perctől. A következő vasárnaptól a Nikolai Bölcsőszkó utca 2 szám alatt tartják a szabadtéri istentiszteleteket. Hargita megye tanácsa minden évben visszanemtérítendő támogatást nyújt a megyében bejegyzett civil szervezetek számára. Március 26-áig 8 kategóriában lehet benyújtani szükséges dokumentációt. A helyzetre való tekintettel e-mailben várják a pályázatokat. Mind nagyobb a népszerűsége a Hargita megye tanácsa által civil szervezetek számára kiírt támogatási programoknak. Vannak, akik szinte minden évben pályáznak, de olyanok is, akik először szeretnének élni a lehetőséggel. Idén összesen 2 millió 100 ezer lejből 8 programcsoportot támogat a megyei önkormányzat. A legnagyobb keretösszege a sporttevékenységeknek van. A változásokat Zonda Erika Hargita megye tanácsának, programok, projektek és közbeszerzési vezérigazgatóságának vezetője ismertette a március elejé tájékoztató fórumon. Van 2 programunk, ahol sikerült az összegeket emelni, annak ellenére, hogy a költségvetésünk kevesebb, mint a tavalyi. A sportprogramot emeltük 150 ezer lejjel, a román közösségeknek szóló kulturális programot pedig 10 ezer lejjel. Másodszorban a támogatott tevékenységek köre változott egyes programoknál, nem mindeniknél. Így például a tűzoltó programnál ebben az évben lehet pályázni fesztiválok és konferenciák szervezésére is. A turisztikai programot is olvassák el figyelmesen a pályázók, mert ott is változott a támogatott tevékenységek köre, belekerült a Visit Hargita applikáció népszerűsítésre vonatkozó tevékenységek. Az ifjúsági program esetében újdonság, hogy a szakoktatáshoz szükséges tananyagok elkészítésére is lehet pályázni. Felhívják a figyelmet arra, hogy a 20%-os önrészt nem az igényelt összegre kell számolni, hanem azon felül. Figyeljenek arra, hogy a pályázati űrlap legyen helyesen kitöltve, általában költségvetési problémák szoktak előfordulni. Figyeljenek arra, hogy mindenféle dokumentum legyen csatolva, amiket kérünk, ne legyen hiányos a pályázat, mert akkor formai hiba miatt nem tudjuk támogatni, és kívánok én mindenkinek sok sikeres pályázatot és jó tevékenységet erre az évre. A szükségállapot kihirdetése és a kialakult helyzet miatt már csak e-mailben fogadják a pályázatokat. Kérik az érintetteket, hogy a leadásra előkészített dokumentációt aláírva, lepecsételve PDF formátumban szkenneljék be, és küldjék el legkésőbb március 26-án 12 óráig e-mailben. Felhívják a lakosság figyelmét, hogy tarlók, száraz növényzet és növényi maradványok égetése csak nagyon igazolt esetekben a környezetvédelmi szervek által kibocsátott engedély kiváltása után végezhető. Ellenkező esetben a törvény értelmében magánszemélyeknél 3000-től 6000 lejig, míg jogi személyek esetében 25000-től 50000 lejig terjedő pénzbírságra lehet számítani. Híreink végén munkatársaim nevében megköszönöm egész heti figyelmüket, hétvégén hírösszefoglalóval várom Önöket, vigyázzanak egymásra, viszontlátásra!